Négy penes kutató is ösztöndíjat nyert az új nemzeti kiválóságprogramon. A tudományos kezdeményezés célja, hogy vonzóvá tegye a kutatói életpályát a fiatal oktatók számára. A kanizsai nyertesek a maximális 10 havi ösztöndíjat kapják, munkáikkal gazdaságtudományi kérdéseket és a Z-generáció marketing kommunikációs lehetőségeit vizsgálják. Úgy gondoljuk, hogy nagyon-nagyon nagy szó, ugyanis a Pannon Egyetemen is összességében nagyon kevés pályázó nyert, és az, hogy mi ide Nagykanizsára négy ilyen nyertes pályázatot haza tudtunk hozni, ez számunkra egy nagyon-nagyon nagy eredmény. Úgyhogy a négy kollégával szeptemberben megkezdtük a munkát ezeken az egyéni pályázatokon. 5, illetve 10 hónapos periódusra lehetett pályázni, mi mindannyian 10 hónapra pályáztunk, tehát jövő júniusig mindenki folytatja ezt a kutatást. Ez nagyon-nagyon különböző, ami esetünkben a gazdaságtudományi területeket céloztuk meg, tehát a kollégák például a megújuló energiával, a KKV-kkal fognak foglalkozni. Jó magam pedig például a Z-generációval, illetve az őket elérhető marketing eszközökkel fogok majd foglalkozni.